Na sziasztok srácok, egy Jussu vagyok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, ahol ismételten a swatting lesz a téma. Ugye volt egy videó már erről, amit csináltunk, és abban nagyon-nagyon sok információt tettetek le nekem kommentben, amit nagyon-nagyon szépen köszönök. Többek között ugye megtudtuk azt is, hogy igazából amit én mondtam nektek, hogy csak úgy rendőrök rátörnek videósokra, az nem csak ilyen olyasmi vlog volt, hogy fölhívták, hogy menjetek ki, hanem ennek van gyakorlatilag egy Amerikában egy neve is, amit úgy hívnak, hogy swatting. Ezt is tőletek tudom egyébként, köszönöm szépen. Ennyi mindent adom az ember. Szóval a lényeg az, hogy fölhívnak különböző srácok vagy videónézők, fölhívják a rendőrséget, és bejelentenek valami nagy dolgot, hogy mit tudom én, bombával, vagy stb. Valamivel szórakoznak, és tényleg erre kimegy basszus az rendőrség, de nem gyengén megy ki, hanem baromi nagy M4-ekkel rátörik az ajtót az emberre, leteszik a földre, és hát jobb esetben, vagy rosszabb esetben lecsukják, jobb esetben hát keményen elbeszélgetnek vele. Aztán végül is nyilvánvalóan kiderül, hogy az egy videós, és nem volt semmi, de azért ez azért lássuk be nem olyan jó poén, és azért ennek utána is néztem, és ezt ti is írtátok már kommentben, hogy ennek sajnos már halálos áldozata is volt, ami azért nem egy jó dolog, úgyhogy azért ezzel óvatosan. Hála Istennek Magyarországon ilyen nincsen, bár mondjuk Magyarországon maximum kimegy Józsi bácsi, azt nem csinál semmit, tehát ide nem megy ki a tech meg ilyenek, de Amerikában ott nem szaroznak. Tehát ott mondom, az előző videóban is, de majd most is látni fogjátok, hogy ilyen baromi nagy fegyverekkel rongyolnak be a házakba, és terítik le a videós csávot. Úgyhogy hát nem tudom, nézzük meg, hogy itt mi történik. Elég jó lesz, bele-bele pörgettem, úgyhogy lesznek benne jó részek. Lessük. A nyersanyagot le fogom tenni majd a videónak a leírásában. Oh. Guys, I don't know what's going on. Hello. Ne, hát olyan csinos voltál. What the fuck? Fuck? Hát gondolom biztos, hogy meglepődött egy picit, hogy így bekapogott hozzá Pályart. Nem baj, legalább lett egy plusz követője. Szóval az is kérdés volt, hogy ezek megjátszottak-e vagy nem. Hát kiderült, hogy ezek nem megjátszottak. Na nézzük, mi fog történni. Elmagyarázta a csaj. Hogy elmagyarázza a csaj, hogy mi is történik itt tulajdonképpen. Anyád, ma ez a durva srácok, ez mi? Hát ezek nem arra, ezek oroszok voltak, gyerekek. Azt a rohadt! Hallod? Bezárom a szobát. Az igen. Azt kíváncsi, hogy mikor fognak rájönni, hogy az extrém van, ember. Ha, ezt 500-an nézik, ja? Hát akkor lehet, hogy én kéne engedni, tesókám. Ló, hát nem tudom, mi lett a vége, srácok, de az elég durva volt. Tehát azért lehet, hogy beszartam én is. Fú. Az nagyon para volt. Hát de hogy rá, hallod? De nagyon durván rámentek az oroszok. Azt a betyár mindenségit. Hallod, azért ezek nagyon kemények srácok, tehát ez nem játék. Jézusom. Na, mi pont Call of Duty-val játszik. Hát én még mindig levők taglózva az orosz izé. Hát azok hogy bejöttek, hallod?
Atya úristen! Barbie Strafe, úgy hívják a csajt. Hát, ja, itt mondjuk túl sokat nem láttunk. Na nézzük ezt. Hát ha. Ez mi ez, Daisy? Az. Give me one moment, guys. Adunk. Adunk neked egy momentet. Hopp. És most mi történt? Kopogtak? Szar volt a vágás szerintem. Talod? De ott van a csávó a földön, véletlenül. Nem, az egy kutya. És akkor most mi történik? Elvitték az UFO-k? LOL! Rendőrkutyával! Mi drogot kerestek? Az kemény, hallod? Az kemény. Csak így, ennyi. Hopp, 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 hopp! Ezt láttuk. Ezt láttuk, ugye ez benne volt az előzőbe is. Ennek ugye volt egy előzmény, és a csávó itt mit tudom én, játszik, akkor kopognak, nem tudja, hogy mi van. Fogja, leveszi, kimegy, ezt csak annyit látsz, hogy jönnek be a yardok. Fú. What the fuck, Jordan? This guy was locked. Damn, dude. Szerencsétlenek. Hát azért áldom. Áldom. Ebből a szempontból azért nem egy hátrány, hogy itt lakunk. Mert hát ilyet Magyarországon azért nem lehet. Jó, írtát a kommentben, hogy persze bementek a Molnár kikihez is, meg bementek a nem tudom, de hát ez mi, gyerekek? Hát nézzem meg, hogy jöttek be itt az oroszok. Azért nem ugyanaz. Oh man. Gas Nerbit. Na? So strange day it is. Na, valami már van. This isn't good. Nem is merre oldalra nézni. What in the world? I think we're getting swatted. Ja, I'm gonna flash through. I think we're getting swatted. What in the world? De nem hiszem el, hogy nem esik le nekik. De komolyan nem hiszem el. Tehát, ember, nézed a webkamerát. Hát, úristen, és itt nézi a csávó, látja, hogy játszik. What's your name? Lincoln 2, address is 1221 West Mineral Avenue, command is at 1241 West Mineral Avenue. Hihetetlen. Szerencsétlen gyerek. De érted, az egyik rendőr így belenéz a kamerába, látja, hogy az meg megy, látja a streamet, lát minden. Már a másik is belenézett vagy négyszer. About this is funny to you. What? I'm not doing anything that's funny. Hát igen, azt is tudom, hogy ez kinek okoz örömet, de ez nagyon gáz. De egyébként honnan tudják a címet? Tehát én az életben nem mondanám el, hogy hol lakom egyébként, pont az ilyen dolgokért. De ezek meg elmondják, hogy azért hol laknak? Vagy én nem tudom. Tehát, hogy nyilván ezt azzal lehet megcsinálni, akinek tudják, hogy hol lakik. De hát most azért ezek a twitcherek, vagy youtuberek, vagy nem tudom éppen hol streamelnek, ezek elmondják, hogy hol laknak? Vagy... Bár mondjuk lehet, hogy kiderül, mert azért jelentős bázissal rendelkeznek, tehát lehet, hogy mondjuk a szomszéd is ismeri, és akkor a szomszéd elmondja ennek, meg annak, és akkor így elterjed. Hát ez gáz. Which room? Watch me. It's if you go into the hall, it'll be the first room on the left. So you go down the hall and take a left. Boss. Right. Was he not in there?
Okay, who's the gentleman downstairs? Do they have? Ez szerencsétlen még mindig megvan bilincselve. One man. There any weapons in here? No, like I said, there are some big problems in the process. Nélküled is, ez már itt a vége. Na, hát srácok, megtörtént a következő ilyen eset is. Várom a kommentjeiteket, hogy szerintetek. Hát igazából, kiment a kezem? De jó, hello, sziasztok. Szóval várom a kommenteteket. Engem igazából az oroszos fogott meg leginkább, úgyhogy hát írjatok oda valamit, mert az nagyon kemény. Tehát ott, amikor ott bejöttek az orosz rendőrök, vagy nem is tudom azok kik voltak, valami katonák, vagy nem tudom, hát az eléggé ijesztő volt. Úgyhogy, sőt, ez szerintem messze a legijesztőbb volt az eddigiek közül. Kíváncsiak a véleményetekre. Hogyha tetszett ez a videó, és szeretnétek még hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel a csatornára, illetve dobjatok egy lájkot, és hát ne felejtsétek el bekövetni a YouTube és Instagramot. Én Jusu voltam, legközelebb jövök egy live-val vagy egy videóba. Sziasztok!